Békés Csaba már nyert a haladás, Szombathelyen még nem, most Sopronban próbálkozott meg a győzelemmel, de a Békés Csaba kezdi veszélyesebben a mérkőzést, Vicián a jobb oldalon, ez semmiféle nehézséget nem jelent Király Gábornak a haladás kapujában. Nagyjából 430 kilométert utazott a Csaba, a haladás 100-nál is kevesebbet, de ugye egyikük sem otthon játszott. Továbbra is a Békés Csaba maradt támadásban. Lackó nem adja be, cselezget, aztán végül jobban lő, az nem az igazi lába, viszont Williams, ha ezt nem is tudja, azt igen, hogy érdemes odavetődni, mert így övék a labda. A túloldalon Halmosi készíti le a labdát Iszlainak, akinek a jobb lábára jön ki a lövés, telibe lövi a Békés Csabaiakat, nincsen 11-es, hiába reklamálnak a szombathelyi támadók. Aztán Németh Mário simmer, túlmegy mindenkin a labda, Halmosi érkezik a bal oldalon, és Gál vágja a léc fölé Halmosi középre tett labdáját, továbbra is marad a 0-0. Williams nagyon jóban van Vaskóval, dacára annak, hogy itt egy kis lökést kapott, de hát ezért a világ egyetlen pályáján sem jár 11-es. Továbbra is a Békés Csaba a veszélyesebb, Lackó a bal oldalon, Vicián és Király odaér, spiccel a kapufa mellől. Szögletre hárít, nagyon nagy védés volt, a lassításban látszik majd igazán, hogy mennyire nagy. Jó, az öreg a háznál nem az első mérkőzés lenne, amelyet Király Gábor is szállít a szombathelyieknek. Neuer szokott bemutatni ilyen védéseket, ő persze jóval fiatalabb Király Gábornál. Jön a haladás, Bosnyák indítja Gált, Fábio bizonytalan, Podexic viszont résen van, jó zárja a szöget, most jól tette, hogy kijött a kapujából, így ez a lehetőség is kimaradt a 34. percben. Gál nagyon szépen vette át a labdát, Fábio csak egy kicsit megbillenteni tudta a szombathelyi csatárt, de a lövést megakadályozni nem. Aztán a szünet előtt még Vicián befelé cselezés, jó 20-ról rárugja a labdát, de hát ez borzasztóan gyenge, Királynak nem okoz gondot. A szünetben 0-0-val mentek a csapatok. A fordulásnál egy hatalmas csabai helyzet. Punasevac teszi rá a labdát, már önmagába bemehetett volna, Halmosi nem véletlenül pöröl a saját védőtársával. A kapufáról jön ki a labda, ez mindjárt majd látszik a lassításban. Király jót teszi, hogy nyugtatja a védőket, van miért. Itt csak nézte, birtalanra pattan vissza a labda, aki viszont olyan nagyjából 4 cm-ről nem talál be. A túloldalon Gál, Halmosi, Iszlai. Az év egyik legnagyobb helyzete, de Williams nem találja a kaput, a lécet lövi, így továbbra is marad a 0-0. Ez hatalmas helyzet volt. Podex is már verve volt, mint ahogy a csabai védelem is csak nézte, amint a szombathelyiek eljutnak a lécig. Gál fejeli vissza a labdát, nem volt kint. Halmosi jól csinálja, Iszlai lövésénél nagyot véd Podexic. De hát Williamsnek megköszönheti, hogy nincs gól. Bosnyák bedobására Damjanov is borzasztóan rosszul mozdul. Németh Mário nagyon-nagyon szépen szolgálja ki Williamst, és ezzel a góllal az 56. percben vezet a haladás. Az ausztrál légiós nem először villan ebben a bajnokságban, most még annál is könnyebb dolga volt, mint amilyen az előbb lett volna, hogyha azt a lécet értékesíti. Szép a mozdulat, lehet, hogy kapura szánt a Németh Mário, mert úgy pörög a labda, de saját játékos érkezett, úgyhogy ezzel már kár foglalkozni. Túloldalon bírtalan teszi a labdát Lackónak, aki meglehetősen kiszorított helyzetből lő, Királynak ez nem okozhat gondot, ezt a lövést is szöglete hárítja, pontosabban ő kirúgást reklamál, mondván, hogy a vonalon túlért a labdához, a dolognak végül nem volt jelentősége. Békés Csabai szöglet, Iszlai röviden ment, és aztán itt érdekes dolgok vannak. Míg nem a végén, Lackó kirúgja a labdát a pályáról, pedig nagyon nagy helyzet volt, legalább 5 Békés Csabai volt ott. Míg nem a 87. percben Lackó beadása, Punasevac, jól csinál magának helyet, de nem marad erő arra, hogy helyezze a fejest, pont a kapu közepébe megy, ezt Király gond nélkül védi. Továbbra is a Békés Csaba, és Király Gábor itt menti meg igazából legalább 2 pontot a haladásnak, mert ez hatalmas védés. Punasevac fejeli oda a labdát bírtalannak, aki nem csak 20 centiről nem tud a kapuba találni, mint a kapufánál, hanem 7-8 méterről sem. Inkább 6-ról. Király egyből mutatja, hogy ez a 3 pont megvan, és a Békés Csaba nagyon nehéz helyzetbe kerül, hiszen a közvetlen riválisok ebben a fordulóban is pontot szereztek. Egy izgalmas meccset játszottunk,
Elsősorban szeretnék gratulálni az én csapatomnak, mert azt mondom, hogy mindent megpróbáltak, hogy ezt a meccset kézbe tartsuk. Sajnos volt egy pillanat, amikor egy kis rövid zárlat volt, ahol nem vettük észre gyorsan elvégezett bedobást, ahol haladás felszabadult, és jól is kihasználták azt a lehetőséget. Azt mondom, hogy végig próbáltuk nyomást tartani a király kapura, amit több helyzettel is ki tudtunk dolgozni. Sajnos dolgoznunk kell még sokat azon, hogy ezeket a helyzeteket, amelyeket kidolgozunk, hogy gólra váltsuk, mert ezeket ezt a meccset, ezt a játékot gólra kell építeni. Az elmúlt három mérkőzésünkből ez volt a legjobb csapat. Ezt tudtuk, erre készültünk is. Nagyon nehéz mérkőzés volt, de én úgy gondolom, hogy a mérkőzés összkép alapján megérdemeltük teljesen a győzelmet. Már kellett a Király Gabinak a nagy védéseit az utolsó percbe. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hiszen 7 pontot hoztunk az elmúlt három mérkőzésből. Én azt gondolom, hogy ez óriási dolog. Visszatértünk arra az útra, amin előtte voltunk, és remélem, hogy ezen haladunk tovább. Van még 4 mérkőzés. Bajnokság előtt én azt mondtam, hogy maradjunk ott lőtávolban. Én azt gondolom, hogy a mai mérkőzés alapján ott is maradtunk, bár nem tudom a többi eredményt. Ebből a 4 mérkőzésből 2 itthon van, ki kell hozni belőle a maximumot, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a bajnokság végén. Meg kell ismerni, hogy a Békés Csaba egy nagyon-nagyon szervezett csapat volt a mai mérkőzésen, hihetetlen jól megszervezték a védekezést, és még a támadásukra is bőven volt erejük. Amiből mi jobban jöttünk ki, az a második fél idő eleje, hogy ott meg tudtuk nyomni, ott hirtelen 2 helyzete is volt David Williamsnek, és abból az egyiket értékesítettem, ott dőlt el a meccs.